Üdvözlöm kedves barátaink! Szenzációs hírek van mai napra, a halottak napján, november 2-án. Miről szól? Arról, hogy nincs halál. És ez hogyan? És működik így? És miért a halottak napja bizonyíték arra, hogy nincs halál? Kis és rövid intro után megtudhatjátok erről. Remélem, hogy jó a hang, és azt mondják a vidékos írások, hogy volt régen, ami mai napig is ott betartják egy ceremóniát, amelyeknek az a neve, hogy Shraddha. És azt, amit Európában tradicionálisan most emberek csinálnak, mennek temetőbe, visznek virágokat, koszorókat, ilyen kis szeretet kifejezés, hála kifejezés, ez tisztelet megadása a rokonoknak, szüleiknek, ez egy az egybe egyezik a régi védikus rendszerrel, kultúrával, tradicionális szertartással, amelyeknek az a neve, hogy Shraddha. Szó Shraddha azt jelenti, hogy tisztelet. A tisztelet megadása, a megemlékezése. És ez úgy működik, hogy elmennek a fiatalok vagy a fiai szent helyre, bizonyos szent helyre, ahol speciális szenttartások, felajánlások, ritusok segítségével ajánlanak javakat az ősatyáknak. És bizonyos csatornák alapján, finom csatornák alapján az ősatyák, akik természetesen élnek tovább más helyeken, más bolygókon, jó vagy a rosszabb helyzetben, ők kapnak ettől a felajánlástól a javakat. Például, hogyha valakinek a ősatyák rosszabb helyzetbe kerültek, akkor fognak jobb helyzetbe kerülni, kiemelkednek onnan, nem fognak annyit szenvedni, enyhítve lesz a szenvedés, hogyha a szenvedés sors került rájuk, vagy hogyha jó helyzetben vannak, és kapnak ezeket a fenntartásokat, akkor megerősödik az ők helyzetük, a jó helyzetük. És ez mit jelent? Hogy a Shraddha szertartás egyenes bizonyíték arra, hogy nincsen halál. És az, amit most lehet, hogy Európában nálunk, nem tudjuk, emberek erről nem tudják már, elfelejtették, de még lendületben még tart a tradíció. Ez azt jelenti, hogy még itt Európában is ez a tradíció bizonyítja arra, hogy nincsen halál. Másképp, hogyha ember meghalt véglegesen, és többet nem létezik, akkor mi a haszna menni és tiszteletet, hálát ajánlani, amikor nincs kinek? Egy semminek nem fogunk. Szóval láthatjuk, hogy még tudatalatiban is van ez a megértés. Ezért ez egy szenzációs és nagyon jó hír, ami arról szól, hogy nincsen halál. Ez egy jó helyzet, és általában szoktam én is menni, mert lehet, hát vannak ilyen védikus szertartások, de lehet csinálni ezeket a szertartásokat egy kicsit egyszerűsített nekünk, a nyugatiaknak. Például, hogyha ti akarjátok tényleg jó hasznát csinálni, az mellett, hogy virágot adtok, nagyon hasznos és nagyon jó, mert ez a szeretet kifejezés, ennek is van egy energia, amitből táplálkoznak a ti rokonokok, az ősatyák, ez nagyon jó, de ugyanakkor még lehet imádkozni. Mindenki milyen tradícióhoz tartozik, milyen valláshoz, milyen kultúrához, akkor ott lehet végezni ilyen bizonyos szenttartásokat. Én tudok ajánlani nektek szintén nagyon jó lehetőséget, az a Hare Krishna mantrát. Ezt is lehet ajánlani. Amikor az én apukám ő a Szovjetunióban halt meg, Ungváron, akkor még az volt, 88-ban, és mikor én szoktam menni oda a sírhez, akkor én Hare Krishna mantrát
ajánlom neki. Ez is nagyon erős felajánlás, hogyha szenvedés helyzetben van, akkor ez enyhíti, vagy felszabadítja a szenvedéstől. Hogyha jó helyzetben vannak, akkor megerősödik a jó helyzet. És természetesen látjuk, hogy Indiában ott nincsenek sírok. Mert védikus írások nem ajánlanak sírba ásni elhunytokat, mert az ember ragaszkodik a testhez. És amikor meghal, akkor ő utána, hogyha tested elásnak a sírba, akkor a lélek nem megy el. Az nem ilyen szigorú szabály, hogy összes lélek ott marad, de többségben maradnak. A temetőben azért vannak sokan, addig, ameddig nem bumlik szét a teljesen a test, addig ott fognak maradni. És ez egy akadály nekik, rossz helyzet, mert ők nem képesek menni tovább. De hogyha el van égetve a test, hamvasztva, akkor az a lélek gondol, hogy hát akkor most nincs is mihez ragaszkodni, akkor tud tovább lépni. Szóval ebből szempontból ez egy jó lehetőség, a kremáció. És nagyon jó, hogy a nyugati világban már lehet kremálni az elhunytokat. Akkor most együtt próbáljunk meg Hare Krishna mantrát ajánlani. Úgy lehetne csinálni, hogy először csak én elmondom mantrát két szavonként, ismételjétek utána, egy kis begyakorlás, és utána megmondom, hogy hogy kell ezt a maha mantrát ajánlani a mi ősatyánknak vagy anyánknak. Előbb akkor gyakoroljunk, jó? Két szavonként ismételjétek utána. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nagyon jó. Akkor most következik a ceremónia. Úgy fogunk csinálni, hogy hunyjatok be a szemeteket, vagy rakjatok egy képet, aki elhunyt, és lehet akár szenteltétet ajánlani képeknek, virágot is lehet ajánlani, és mantrát. És hogyan fogok ajánlani mantrát? Mi a lényege? A lényege, hogy mielőtt elkezdjük most mondani együtt Hare Krishna mantrát, akkor mondjunk ki egy fogadalmat. Ennek a mantrának, amit fogok vibrálni, a lelki eredményet szeretnék ajánlani ennek, meg ennek, meg ennek személynek. Ez működik. Oké, akkor tegyük meg ezt. Én megtettem, apukámnak, két nagyapámnak, két nagybabámnak fogok ajánlani. Ti majd írjátok kommentekbe, kinek ti fogtok ajánlani lelki eredményt, és akkor most együtt mondjunk egyszerre. Kezdjünk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Azért legyen háromszor. Akkor még egyet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nagyon jó. Így lehet ajánlani. És ez nagyon jó, hogyha mi nem felejtjünk el, és mindig hálások vagyunk, mert minden, amit megkaptunk, az nagyon értékes, ami ősatyánknak, ez azt jelenti apukánk, anyunkánk, nagymamánk, rokonok, barátaink, bárki, aki meghalt. De még egyszer szeretnék felhívni figyelmeteket, hogy ez a nap, a halottak napja bizonyítja azt, hogy nincs halál. Ez egy védikus, hiteles ceremónia, hogy enyhítsünk, segítsünk azoknak, akik máshol vannak. Azok más bolygókon lehetnének, más testükben lehetnének, de nem haltak meg. Ezért van ez a ceremónia. Ez egy szenzációs hír a mai este. Írjátok kommentekbe, ti mit gondoltok róla, mit hallottatok erről, amit most elmeséltem nektek. Természetesen
iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, és akkor majd találkozunk veletek. Mindenki legyen elégedett és boldog, és köszönöm a figyelmét. Hare Krishna!